Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy új sorozatot indítunk, Harcképek címmel. Első vendégem, első harcosunk, Botos Zoltán. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Köszönöm, hogy itt lehetek. Zoltán már többször megjelent a szövetkezett TV képernyőjén Vukics Ferenccel beszélgetve, de nem tudunk róla semmit. Azt tudjuk, hogy kicsit töri magyar, de ennek biztos valami oka van. Így hát arra gondoltam, hogy beszélgessünk, és, és szeretném bemutatni Botos Zoltánt, illetve tudjunk meg róla minél többet. Zoli, hogy kezdődött az életed? Hol születtél? A világ melyik pontján? Hát én Rochester, New Yorkban születtem, ott nőttem föl egyetemet is kint jártam Amerikában. Egyetemet milyen, milyen egyetemen, hogy milyen, mit tanultál? Hát először a Miami egyetemre mentem egy évig, és utána átjelentkeztem Indiana University, Indiana University, és ott történelmet és politológiát végeztem. Történelmet és politológiát? Igen. Aha. Már akkor érdekelt fiatalon az, hogy mi zajlik a világban ezek szerint? Hát a édesapám az jó belém nevelte a magyarságot, meg hát nagyon szerencsés embernek számul, vagy számíthatom magamat, mert hogy már kora gyerekkorom, tehát fiatal koromtól kezdve az édesapám olyan dolgokat mesélt nekem, ami hát csak ez lehetett a pályafutás. Egy pár mondatot édesapádról, ő nyilván innét ment ki az egyesült államokba is ott nősült meg Van. de mikor mentő ki vagy milyen okból politikai okból hát 56 56-os ja. hát akkor ment ki először kanadába